Készen állsz! Automobil és Tuning Show! Múlt, jelen és jövő autócsorái egy helyen, belépőddel egy sportautót is terhetsz. Május 27-29 között Budapesten a Hung Expo-n, amts.hu. Sziasztok! Ez itt a vasárnapi Csíkzón, szokás szerint. És mint ígértem, visszatérünk még most utoljára ebben a szériában az Alfa Romeo Scalinóra, Kantenhaubéra vagy Stepnose-ra, esetleg lépcsősorúra. Mert a sztorit elengedtük legutóbb ott, hogy Münchingenben négyen ültünk az asztalnál, Tibi, egy gines üveg, egy vodkás üveg, meg én. Az éjszaka egy kicsit későbben nyúlt, nem kellett volna, és tudtuk mind a ketten, tudtuk, mint ahogy a kutya lelopja a rántott húst a vasárnapi asztalról, hogy ezt nem kéne, de azért leloptuk és megettük a rántott húst, és másnap zúgó fejfájással ébredtünk. Ja, hát az ember hülye lény, de nagy volt a feszültség előző nap, nem tudtuk máshogy oldani. Amúgy is örültünk, hogy végre legalább az autó birtokába kerültem én. Nem tudom, hogy a Tibi örülte, de nekem ez egy jó fordulat volt. Másnap csak annyi várt ránk, hogy az autóval haza kellett jutni valahogy. Az autó még nem volt felszerelve a rendszám. Az autóról nem tudtuk, hogy mennyit képes menni, minden esetre az előző éjjeli, azt a múltkori adásban, ami itt lesz kattintható, remélem. Tehát az előző éjjeli hazajövetel alatt úgy gondoltam, hogy ez az autó az nem sokat fog tudni menni autópályán, pláne hogy szakadt a hó, és a biztosításom sem tudtam, hogy érvényes lesz-e, meg a rendszámról sem voltam biztos, hogy érvényes lesz-e. Egy rakás bizonytalansági tényező, nyári gumi, szakadó hóesés 910 km, rendszámkérdés, biztosítás kérdés, fűtés kérdés, mert az se volt előző éjjel az autóban, és hát az zúgó fejfájás. Na, inkább vegyék át a történetek az irányítást maguk, mert végig forgattam az egészet, megpróbáltam hű maradni hozzátok, hogy azért élőben lássátok, hogy mi történt. Én nem voltam mindig teljesen nyugodt ezen az úton, de alapvetően voltak jó részei, aztán voltak szörnyű részei, aztán Bécs környékén történtek még dolgok. Mindegy. Nézzétek szeretettel, jöjjenek az egybefűzött amatőr videók, amiket én készítettem. Fölkeltünk reggel, hogy majd ma diadalittesen elindulok haza az autóval, amiről ami miatt lemaradtam a repülőről, sőt leszálltam a repülőről, leverekedtem magam a repülőről. És gondoltam, hogy tegnap pokoli volt az esti 20 km vagy 25, amíg ideértünk. Tényleg nem tudom, hogy hogyan éltem túl, mert semmit nem láttam az útból. Rossz irányba fordultam rá az autópályára. Minden volt, semmit nem lehetett látni, érted? És a navim az teljesen megvadult. És hanem a fölébredek 1000 km, jó 9-18-al a mai napom előtt, és ezt látom. Nem kicsit esik, hanem borzalmasan esik. Tehát ítéletidő van, és április 2-a van. Arra gondoltam, hogy még mi tud jönni? Tehát a földrengés nem hat az autóra, és akkor itt a Tibi mondta, hogy hát mondjuk a földcsúszamlás az érdekes lenne. 200-al szembe jövő lángoló kamionok lángoló fékkel. Nyilván tömegbaleset, de hát az még lehet. Remélem nem leszek részese. Bármi és minden. Tehát a jóisten annyira meg szeretné akadályozni, hogy én hazajussak, hogy pláne ezzel az autóval, hogy el se tudom mondani. És egyfolytán azon gondolkozom, hogy a fenébe cseppentem én ebbe bele. Tehát nem vagyok ennyire hülye, de igen. Elindultam egy ilyen kis kavicssal, hogy érdekes autó, kimegyek érte, viszonylag jó állapotú, beleülök, hazajövök. Utalni tudok, Németország, egyszerű ügyintézés, rendszám lesz. Ó, ekkora probléma lehet. Gondoltam, hogy kijövök csütörtökön,
délutánra megveszem az autót, késő délutánra van rendszáma, akkor aznap nem indulok el, de péntek reggel kényelmesen elindulok. Most itt vagyok szombat reggel, borzalmas verekedéssel, hogy egyáltalán elindulhassak. Egy olyan út előtt, amihez van egy kvázi fűtés nélküli, alig ablak törlőző és nyári gumis és remegő 60, majdnem 60, 56 éves autóm. Hát innen indulunk neki a napnak. Még rendszámot kell szerelnünk, még egy kicsit módosítanunk kell a biztosításon, aztán meglátjuk, mi lesz. Annyit szeretnék még mutatni, hogy ez az aláöltöző, ez egy motoros aláöltöző, látod? Ott a hirdetés helye, hogyha valahogy sikerül oda irányítanom. Ne engem nézzél már, annyira jó a face tracking ennek a szarnak, hogy na tehát ez a cucc. Ez volt rajtam akkor, amikor a Domsio Expressen a pontont vettem. Ez akkor volt új. Ezt akkor kaptam tesztelésre, 12 évvel ezelőtt, és ez még mindig megvan, még mindig ebben motorozok, mert nagyon jó minőségű. És most is fölvettem, mert ugye ebben az autóban sincs fűtés, és akárcsak a Domsio Express alatt, most is szakad a hó, és akkor legalább téli gumik voltak azon az autón, és akkor legalább annak volt némi párátlanítása, ennek most nincs, és egyedül vagyok. Na, az ember fejlődjön így az évekkel, tehát ne ragadjon meg egy helyben, nem mindig az egyszerűbb utat válassza, hogy embereket visz meg, teljes szerszámozottságot, meg tartalékautót, meg egyebeket, hanem align gain. Készül a rendszám, van akinek már kész van. Itten. De az, hogy Tibi csinálta ezen is a fúrásokat, de az első... Hogy vagy vele, Tibi? Mindjárt földobom. Csak elvettem egy alátétet. És mivel mi mindenkit nagyon szeretünk, ezért jellemtelen imbusz csavarhoz nagyon szép alátét jár, és önzáróanya. És önzáróanya. Igen. Ja, mert hogy hátulról teszel. Aha. Igen. Na, így németesedik vissza az Alfa. Pontosan. Vagy legalább a lefolyó tészteszt úgy kitakarítom. Jó. Tényleg isteni az idő, akármit mondasz. Ennél szebb, romantikusabb tájban nem lehet menni haza 900 sok kilométert. Igen, de már édesanyám is felajánlotta, hogy itt aludhatsz nála, ha akarsz. És akkor hol szavazok? Igen, ez kicsit a probléma. Így van, nekem mennem kell. Jól van. Csak havazik, és végre indulok. Na, elbúcsúzunk. Elbúcsúzunk. Köszönjük mindent, jó én volt veled. Köszönöm mindent, Tibikém. Hát itt vagyunk Münchingenben, és hát indul a túra, szakad a hó, fűtés kevés, ablak lefújva, hogy legalább az első 20 kilométeren ne ragadjon rá a hó, és hát megpróbálunk ebből valamit csinálni. Tessék, az lesz a munkahely most egy pár órán át. Jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Persze, ott van a jövőben. Jó. Jó. Jó.
Ha? Hadd eljöttél szóljál. Elöltözöm, amennyire tudok. Igazából el kellett van hoznom a motoros ruhámat. Igen. Mert egy kicsit többet ér ilyenkor, mint... Csak egy szar. Így elkezdődik a morgás. Lámpa rákapcs. In 200 meters, turn right, and then turn right. A jó oldalát a dolgoknak. Kibillentett elefántfüllel. Nem párásodunk végtelenül, csak kicsit. A kicsi párásodás meg elfogadható. A vibrációnk van, szerintem valami leszakadt pak lesz ez, de az is lehet, hogy a hardigumi van szétesve. Az is lehet, hogy a kardán keresztek vannak berágódva, vagy szárazak. Az is lehet, bár a diffi nem ilyen hangot ad, még ahogy a féltengelyek belemennek a diffibe, az is tud szar lenni. És hát most itt már Stuttgart mellett nyomulok az autópályán. Hátra van még 877 km. 130-al mennék, de nem megyek annyival, csak ilyen 110-eket, mert kimélni akarom a technikát. Legalább ott essek szét, ahol már közel a segítség, Tibit nem akarom többet terhelni. Ablaktörlő működik. Benzin félig, olajnyomás kurva jó. Motorféken van egy enyhe rángatózás és durrogás, ami azért rossz, mert kicsit attól félek, hogy ennek a gyújtásán nincs rajta a gumikupak, és ott előtte a rács van. És volt már nekem ilyen 127-es Fiatom, és annak úgy beázott a gyújtása, hogy öröm volt nézni. És most így hirtelen nem tudom kitakarítani. Ezért a víztől. Ezért nagyon jó lenne, hogyha még se ázna be, mert szakad a hó, eső, latyak, nem tudom micsoda. Az ablaktörlő szépen töröl, de jól kilátok. Ami azért nagyon nagy öröm. Mert hogyha még rosszul is látnék, akkor megőrülnék. Kicsit azért nehéz ám ebben a modern forgalomban, bár a németek nagyon, nagyon toleránsan vezetnek. Kicsit hülyének érzem magam egy ilyen autóval az úton, itt ideiglenes rendszámokkal, de érted? Megyünk, az a lényeg. Haladunk. De a rángatás egyre rosszabb. Azt hiszem meg fogok állni, és megnézem én azt a gyújtást. Egész jól állunk, most kiló 30-al döngölök. Egy kicsit kevésbé zavaró a vibráció. A fűtés megjött. Annyira megjött, hogy azon gondolkodom, hogy leveszem a sapkámat. Mindenesetre párátlan itt, mint állat. Szépen egyenesen megy. Ilyenkor kell kiélvezni, hogy mindig történik később valami. Minden ilyen autómnál az volt, hogy voltak ilyen fél órák, amikor azt hittem, hogy ez most már így tökéletes lesz.
aztán utána nagyon szar lett. Hát most kell élvezni, most amíg még ilyen jó. Aztán utána egyszer csak majd sokkal rosszabb lesz. De haladunk, a Neckáron már átjöttem. Most itt Kirchheimnél vagyok. 169 a következő letérő, München-Ost felé. És hát a havazás az nem szűnik, elég förtelmes. De egyelőre ura vagyok a helyzetnek. Még nem esett szét semmi új dolog az autón, végül is nem álltam meg nézni a gyújtást, mert működik mind a négy henger. Néha kinyomom a kuplungot, tudjátok, mert az azért fontos, megnéz az olajnyomást, hogy kinyomod a kuplungot, hova esik vissza. És szerintem van bőven olajnyomásunk, amikor leesik a fordulat, ami no problem. Nézzétek, szinte süt a nap. Ugye milyen szép idő van? Én meg itt tolom a szekeret. És próbálok kilátni az ablakon valamit. Olyan nagyon jól nem lehet. Tükörben se látok olyan nagyon-nagyon sokat. De az autóban most egészen meleg van. Nézd, épp egy régi 525-ös E34 előz minket. Az autóban meleg van. Előttem meg itt folyamatosan lassít, ez a nem tudom miért lassít. Rosszabb lett az út, vagy mi van, ja nem betonkever, vagy nem, mi ez? Tartálykocsit kell előzni. Úgy látszik, itt nem mindenki találja meg magát. Valahol Ulm környékén járok. München 129 km volt az előbb. Az autó még bírja. Az ajtó nincs becsukva, erre most jöttem rá. De hát ennél az ajtónál csoda, hogyha be van csukva, az a normális állapot, hogy nincs. Vízhőmérőm, olajhőfokmérőm nem jött vissza, sajna. Viszont a többi működik, még mindig a bácsi benzinjével megyek. Most olyan egyharmad tanknál járhatok. Szerintem egy ilyen 30-40 km múlva kiállok és megpróbálok beletölteni kis nyálat. Átteszem a GoPro-t, megnézem, hogy minden rendben van-e, nem estek le a dolgok. Kicsit letakarítom a szélvédőről a havat. Mert azért így most ennyire havas mindenhol, és ettől egy folytatlanul szűkülő látóterem, ami nem kellemes. És hát itt tartunk, látod, 106 km múlva szerintem Münchenen már túl leszek. 7,5 óra még a menetidőm, hogyha döngölnék, és 785 km-en van hátra. Hatoljunk. Működik, olajnyomás van, benzinünk egy negyed, Németországban nem kockáztatunk, bejöttem egy Autohofba, és itt most majd be is csukom az ajtót. És egy kicsit pihenek, iszom egy kávét, eszem valamit, jó lesz. Letakarítom az ablakot, mert az rettenetes, nézd meg, borzalmas. Itt omlik le róla a hó. És veszek 2,20 € vagy valami a körüli benzinből. Ha már itt vagyok, és tankolok ebben a gyönyörű hóesésben, akkor meg fogom nézni az olajat is. Az olaj egy fontos dolog, különben így nézünk ki.
tehát nem vicc a hóesés. De ugye azt nézem, hogy nem vizes. Jó, a hűtőn féltem, hogy átjön a víz, mert itt át tud szivárogni, és akkor minden nagyon vizes lesz, a trafó egy kicsit vizes is, de nincs semmiféle nagy vész. Most akkor megnézzük az olajszintet, mert az nagyon fontos egy öreg autónál, hogy... De nem csak egy öreg autónál, hogy olajszinteket nézegessen az ember. Visszadugjuk. Kihúzzuk. És hol vagyunk? Kicsit max fölött. Szerintem félreértették azt, hogy nem az X betűig kell tenni az olajat, hanem a vonalig. Mindegy. Ha több van, ez nem olyan nagy baj, mint hogyha kevés. Különben úgy látom, hogy minden egyben. Rendszám fönt, és olvashatatlan. Ja, most nézd, ez olyan, ez a régi fajta zár, hogy így megemeled, pakk, és visszacsukódik. Ilyen volt a régi alfám is. Na, és akkor most jön a szélvédő letakarítása. Kicsit föltankoltam az útra, ezért nem készülök világvégére, mert Tibiéktől is kaptam szendvicset, meg egy üveg vizet, vettem egy sokolábnicet, meg egy szörnyű Volvic tét, amit utálok, de ez volt a legnagyobb, amit lehetett kapni a kútnál, illetve a kötelező kávé. Az autónak egyelőre jó az olajszintje, nem estek le róla a kerekek. Működnek a lámpák, működik az ablaktörlő. Tankoltam bele egészen olcsón különben, mert valami 1,94 €. Tegnap a Tibi Audiába, abba 2,12 € tankoltam. Ez kicsit fájt, de a barátságra gondolva az embernek az ilyen nem fáj. Ha magamnak tankoltam volna, akkor fájt volna. Hátra van még 100 km, már nem egészen 100 km Münchenig. És utána ott tovább veretek Magyarország felé. Münchentől normálisan már egy 200D állólámpás Mercivel sem olyan halálos az út. Igaz, hogy nem délután vagy itt, hanem mondjuk délben, mikor jössz Ornbauból hazafelé. De hát ezt már kiszokta bírni az ember. Kérdés, hogy az autó kibírja, meg az időjárás kibírja. Mert hogy majd sötétedik, egyre cudarabbá válik a látási helyzet, és azt nagyon utálni fogom. De egyelőre az autó szereti az utazást. Nem ázott be. Meglepően van benne fűtés, és egy isteni kávét kaptam. Tökéletes olasz kávét kaptam a német benzinkúton. Az élettele van apró örömökkel, ha? Szerintem igen. Fenséges. Basszus, nem tudtam elég gyorsan előkapni a kamerát, mert ott volt a müncheni Olympia Halle, amellett mentünk el éppen. Kicsit idegen vezettem volna. Ott voltak régen a veterán autóbőrzék. Veterán motorbőrze. Szerintem most is tartják még, de már nagyon rég voltam, évekkel ezelőtt voltam utoljára. És München volt az első komoly bőrze, amire el tudtam menni. És oda többször vissza is mentünk, még kis Ferivel, meg a Katival. Bojtár Peti barátom volt ott, pedig ő bölcsész. Ő szokta lektorálni a könyveimet. Még őt is kirángattam, és ha jól emlékszem, még élvezte is valamennyire. Jó kis bőrzék voltak. Voltunk Cserekei Danival is a müncheni bőrzén. De mivel ő akkor még nem ivott alkoholt, szerintem most se nagyon iszik. Ezért
mérő vezetett, amikor Andexbe elmentünk sörözni a Kolostorba. Ja, jók voltak ezek a müncheni börzék. A müncheni börze maga elég picike különben, és elég drága. Az nyitotta az évet valamikor március elején volt. És hát akkoriban ezeket az autókat, amiben most ülök, úgy néztem, hogy ezek nincsenek is. Tehát, hogy ezek az abszolút megvehetetlen Jézus Úristen, mik ezek. Fiat 500-akat néztem, meg ilyen egyéb dolgokat, hogy majd, ha egyszer nagyon-nagyon-nagyon beindul minden, akkor talán egyszer majd veszek olyat. Hát a vicc az, hogy az ember, hogyha nem válik el, meg nem iszza el, meg nem vág bele valami rettenetesen rossz vállalkozásba, akkor egy idő után, de tényleg, hogyha gürizik meg egyebet művel, akkor ilyen 51 néhány éves korára én úgy látom egy csomó barátomon, hogy összejöttek nekik a pénzek. És nem csalásból, lopásból, politikai helyezkedődésből, hanem egyszerűen melóztak, lejártak a hitelek, kicsit észszerűbben kezdtek élni, nem kellett mindent megvenni egyik hónapban egy mikrosütőt, másik hónapban egy kenyérpirítót, harmadik hónapban, na akkor vegyünk ágyneműt, mert már a lyukasokat használjuk, hanem úgy beáll az élet, és nem kopik el minden. És akkor az ember elkezd félretenni pénzt, és ez nagyon lassan megy. Nekem ennek az autónak is, meg a többinek is minden fillérje abszolút legtisztességesebben lett mindig. És még amikor a pontomba belekezdtem, és a ponton egy 4700 eurós autó volt, amikor a pontomba belekezdtem, az a 4700 euró az egy akkora brutális kiadás volt, hogy azt nem tudom szavakba önteni nektek. És hogy annak a rendvetételen micsoda, de tényleg, hogy abban nem váltunk el a Katival, hogy azt túléltük valahogy, azt az autót. És amikor azt eladtam, akkor egyszer csak lett egy nagy blokkban pénzem. Amikor megvettem a Foltos Mercit a Cserekei Dani barátomtól, nagyon rendes áron különben, tehát Dani tisztességesen adta az autót, az akkor is többet ért. Amikor eladtam amikor megvettem a Foltost, és használtam utána 4 évet, 4 évnyi full használat után azt haszonnal lehetett eladni, mert fölmentek a veterán autóára, fölment a Kawasaki öreg motorár, azt is haszonnal adtam el, stb. Nem azért, mert nyerészkedni akartam, mert rohadtul nem vagyok autónepper. Maximum néha megunom némelyik autót, de én gyűlölök, még venni is gyűlölök most már, mert mindig rettegek, hogy hogyan cseszem el, eladni meg végképp utálok, de valami rettenetesen. De hát, érted, az ember érdeklődik, egy élete van, 55 éves vagyok, nem tudom, hogy meddig húzom még, mert csomó haverom meghalt már, meg már olyan állapotban van, hogy inkább nem nagyon erőltetni a hobbizást. Nekem szerencsém van, én még tök jól érzem magam, és tökre élvezem ezeket a dolgokat, még a szereléseket is bírom. Tehát azért az embernek tisztában kell lennie, hogy az élet azért nem végtelen. És hát most ezután nagyon hosszú filozofálgatás után csak magamnak is mindig próbálom magyarázni, hogy kerültem én azokba a helyzetekbe, ahol vagyok. Hogy ülök egy 10 milliós autóban, ami igazából a többség szemében egy roncs, és mindjárt kiesik alól a hajtáslánc ilyen sebességnél, tehát jó lenne, ha gyorsabban mennénk, mert így jut az egész. De hogy igazából ez azért így nyugaton egy eléggé keményen megbecsült, meg sokra tartott dolog, és nekem van egy ilyen. Érted? Erre azért még külföldön is, még a veteránosok is így leveszik a kalapjukat, hogy hú, hát azért egy lépcsősorú, egy sprint, érted? A nagyobbik motoros azért az... Nem felvágni akarok. Egyszerűen keresek egy autóélményt, ami nagyon tetszik, és én a Bertone-tól nagyon megkaptam. Nagyon-nagyon megkaptam. És aztán utána, amikor már úgy döntöttem, hogy jó lenne, hogyha kicsit koncentráltabban lennének a pénzek, akkor ugye eladtam ebben az autóban, most 2 autó ára van benne. A Teavaé, a Giulia Nuova Super ME, ami egy
hibátlan újszerű autó volt 50 ezer kilométerrel, de hát egy kései doboz. Tehát, hogy az nem volt annyira értékes attól még, hogy olyan nagyon jó állapotú volt. Azt tettem bele, megbeletettem még egy autót, amit most még lehet, hogy nem mesélek el nektek, de azt is. És valószínűleg egy harmadik autót is, sőt, egész biztos, hogy a harmadik autót is bele kell tennem, mert egyszerűen nem fér bele. Nem fér bele, se helyem nincs, se pénzem nincs. Ezért az élet változik, és az ember megpróbál fölfelé lépdelni. Ebb van. De most itt kimegyünk valahova. Nem tudom, hova visz ki a navim, de kimegyünk. Megint adok egy kis helyzetjelentést. Most már azért fixen így ráálltam arra, hogy kiló 30-al tolom. Na, nem akar szétesni. Most akkor minek kiméljem. Jó, nem igaz, de figyelj. 3000 hetet forog a motor, ebben nem kell belehalnia egy ilyen autónak. Rendes autópálya tempóval lehet menni vele. Telefonomat már elkezdtem tölteni, mert már merülőfélben volt, elég sokat használtam ma. Azt figyeltem, hogy tök jó vezetni az autót. Azt figyeltem, hogy ez is beázik, de nem annyira, mint vártam, pedig elég szarok az ablakgumik. Itt a sarkon, ahol a másik, ott ez is kicsit becsepeg, de kevésbé, mint a másik, viszont ez ezen az oldalon is. Tehát, hogy ez mind a két oldalon ázik, nem csak az egyiken. Ja, öreg autó. Viszont a fűtés egész tisztességes. Nem mondom, hogy hőség van benne. Lehet, hogyha nem lenne rajta motoros alsó, akkor kellemetlennek tartanám, de olyan, nem tudom, olyan kellemes valahány fok lehet, nem tudom. Nem becsülöm meg nektek, mert képtelen vagyok. Már itt közeleg az osztrák határ. Szerintem egy ilyen 40 kilométerre lehetek tőle, 45-re. Délután fél öt lesz, 6 perc múlva. De végig is egész jól jövök. A 157 kilométerre ezelőtt tankoltam, és most van félen a tank. De mintha az alja kicsit lassabban menne le, tehát ez ilyen 300 jó pár, majd meglátjuk. Nem akarok becslésekbe bocsátkozni, mert az ember mindig baromi optimista az ilyen újonnan vett autókkal, aztán utána nagyon pofára esik. Mindenesetre a dolgok működnek, nem jöttek elő új hibák. Nem a legnyomorultabb dolog ezt vezetni itt, ám lehet, hogy tél van, lehet, hogy nyári a gumi, lehet, hogy nincs benne 24 fok, lehet, hogy azért itt ezek a vibrációk, ezek szarok. De hogy különben azért ez egy nagyon jó kis autó. Tényleg nagyon jó kis autó. Isteni a futóműve. Annyira jó a futóműve komolyan, hogy gyanítom, hogy ebben is van valami tuning. Nagyon jó a kormányzása. Szerintem jobb, mint a saját 1003-asomé. És
Mondom, hogy a váltó, a szinkronok, minden jó rajta, minden működik. Két műszer nem működik, de hát üsse kavics. Az előbb rájöttem, hogy még a vészvillogó is megy rajta. Mert itt megtaláltam alul egy utólagos vészvillogót beépítve. Ja, szóval bizakodás, reménykedés. 300 kilométert már biztos, hogy letudtam, lehet, hogy már többet is egy kicsit. De azt jelenti, hogy még hátra van 600, egyharmad út. Az autó néha egy kis fordulaton mész vele, pláne hogyha van egy kis motorfék a játékban, akkor tüsszög. Állítom neked, mint az egyik henger az nem húzna annyira, mint a többi, bár ez kicsit nehéz hallani abból a sok zajból, ami itt van, de valahogy úgy érzem, mintha valamit a gyújtás karburátor környékén most egy picit ilyen várakozó állásponton lenne. Különben letereltek minket az autópályáról, ne kövessél már megint. Letereltek minket az autópályáról, és hát országúton vezetek, még mindig Németországban, de már Passauhoz nagyon közel. Már nagyon unom, tehát jó lenne túl lenni ezen az útszakaszon. Meg már sötétedik is, ez kellemetlen. Kirchenben, vagy mi a fene ez? Azt sem tudom, hogy ez Ausztria vagy Németország, viszont a tüsszögés megvan, és ahhoz rángat is. Jaj, de utálom az ilyet. Hát valószínűleg beszopott valami Costa tankból, vizes lett a gyújtása, vagy valami. Ezek mindig ilyen problémák. És itt már csak 30-al lehet menni, látod? Más színű volt a rendőrautó? Nem tudom. Nem, ezek meg német autók, igen. Német rendszám. Német rendszám. Osztrák rendszám. Osztrák. Osztrák. Na, akkor sorsoljunk. Melyik ez? Német.
kérdezem nektek így egy szakadó hóesésben valahol arról sem tudja Linz mellől, Melk mellől, nem is tudom hol vagyok pontosan. Elég jól néz ki a közeg, tiszta csillagok háborúja, hogy megyünk ebben a hóban. Próbálom tartani a kiló 30-at, mert sose érek haza. Meg most már elővettem a post is, hogy hallgassak egy kis zenét, mert abban körülbelül 5 órát tart az aku. És azért az egy kicsit ilyen hangulatjavító dolog, hogyha az ember zenét hallgat közben. De most lekapcsoltam, mert a YouTube ugye... Az autóban egyre jobban elszáll szerintem a hardi. Most már elég komoly pénzeket tennék arra, hogy a hardi gumia az rossz állapotban van. Ebben ugye 2 hardi van. Várjál, hogy van? Nem. Elől és középen egy kardáncsukló van, és hátul van egy... Nem, várjál. Nem, elől egy hardi van, ahol kihajt a váltó, és utána van 2 kardáncsukló. Most az első hardi az szét szokott menni, a gumi alkatrészek szét szoktak menni, és hát ebben az autóban rég volt kicserélve bármilyen, gondolom, hiszen a tulajdonos 2 éve meghalt szegény. És hát ilyenkor, amikor hogy lelassítunk 100-ra, akkor így, így szól az egész. Nem egy bizalom gerjesztő dolog. Még jó lenne, hogyha kibírna egy kicsit, mert a budapesti leág... Jaj, de jól teleszórja sóval ez a rohadék. Jaj, de imádlak. A budapesti leágazás az még 49 kilométerre van Bécsben, de szerintem az még nem is a budapesti, hanem az az elkerülő. Hazáig még 340 kilométer van hátra, 3 óra 19 percet ír. Hát én még tartom magam, remélem az autó is bírja annyira jól, mint én, mert akkor hazaérünk. Ja. Csak a fejem ne fájna, nem akarok több algopilint bevenni. Már 2-t bevettem. Bécs 80 kilométerre van. Na hát, aladunk. Műszerek helyükön. Most lelassítottam egy kicsit, mert volt itt ez a sószórás. De hát akkor eresszük neki. Következett, amitől féltem, elkezdett beázni a gyújtás. Párszor már próbáltam gázt adni, és fulladt az autó. Azt jelenti, hogy nem tudja leadni a szikra teljesítményt, vagy fagy a karburátor, vagy nem tudom mi van, de nem volt jó érzés, elég rendesen megijedtem. Mert hogyha ebben a semmiben dob el az autó, az nagyon kellemetlen lesz. Most már jobb is, hogy egy kicsit lassabban megyünk. Itt már a felesett tréfa. Tehát itt most már egy csomóan csak 80-nal mennek, mert be vannak szarva. Nekem néha kihagy a gyújtásom, de annyira, hogy majdnem lefejelem a kormányt. Néha meg egész jól megy az autó, szerintem rohadt sok vizet kapott a gyújtás. Elképesztő, ami kín van, nincs eltakarítva a hó, latyakon csúszkálunk nyári gumival. Ez most egy kicsit, tényleg csak megmutattam nektek, de ez nem egy szimpatikus dolog most, tehát most minden idegszálam szét akar feszülni, hogy összetörjem az autót, mert néha nagyon megdobja a hó.
bocs, hogy letettem, de úgy elkezdett keresztbe menni az autó az emelkedőn, hogy nem tudtam, hogy megyek föl rajta. Átjutottunk. Most épp mennek a hengerek. Amikor két kézzel kell fogni a kormányt, akkor inkább eldobom a kamerát, ne haragudjatok, mert nagyon nem kéne, hogy összetörjem magam, pláne, hogy a Tibi nevén van a biztosítás. Az autóm sincs sok kaszkó, ugye? És ahhoz képest meg elég értékes. Tehát, hogy most tényleg ez csak egy ilyen kis bejelentkezés volt, látod ott a Landzeit. Tehát most úgy nagyjából tudjátok, hogy hol lehetünk. Itt az emelkedőn megyünk föl, ahol hogy egy kicsit nagyobb hó esik, akkor itt már nem jön föl semmilyen autó nyári gumin. Hát ez pakoli, tehát én ilyet nem is tudom. Utoljára tudjátok, mikor láttam ilyet? Amikor a csodálatos 850 sportkupé Fiatunkat vittük ki eladni Münchenbe, és direkt azért vártunk áprilisig, hogy nehogy bármi eső, hó vagy bármi érje, és amikor elindultunk, Győrben leszakadt a hó, előtte meg volt egy porvihar. Ez 97-ben volt. De mire odaértünk az Axel Gerstlhez, addigra az autónak tele volt a karburátora homokkal, lehomok fújta a fényezését a homok, és tiszta sár volt a latyaktól. Na lerakom, mert itt megint jön egy meredek szakasz. Úgy látom, én vagyok az egyetlen autós, aki följött a tetejéig. Nyári gumin, bazd meg, a sapkámmal törölgetek már megint, miért? Bazd meg, nem lehet látni semmit az útból, de semmit. Nem beszélek, mert belehelem a szélvédőt. Hát emberek, ez meleg volt. Ez meleg volt. Volt, hogy én néztem, hogy 20-szal megyek, ráfékeztem, és megállt a négy kerék. A legkisebb leheletre is, ezért csak annyit tudtam tenni a lejtőn, hogy egyenesben tartottam az autót. Mert hogyha meg kellett volna állni, akkor nem tudok. Előtte meg volt egy szakasz, ahol annyira csúszott az út fölfelé, hogy egy rakás autó állt a hóban, mozdíthatatlanul, és én mellettük elaraszoltam, de úgy, hogy ki volt tekerve a kormányom, mert keresztbe volt az autó, és közben így mentek el a hengerek, és volt ott egy rendőr is, aki végignézte az egészet, az baromi vidám volt. Szóval, hogy rövidben is rég volt ennyire fárasztó és idegörlő utam, de ilyen hosszúban, mint amit most csinálok, hát ezt nem tudom. Tehát ugye most elő lehetne venni azt, amikor a Ponton Mercit hoztam, de a Ponton Mercinél téli gumi volt az autón, és az óriási különbség. Téli gumi, az tapad. Téli gumival lehet hóban menni. Téli gumi még jégen is egészen meg tud tapadni, hogyha az ember nagyon ügyes. Nyári gumi semmit nem csinál ilyenkor. Akkor van mázlit, hogyha össze tudsz kotorni annyi havat, hogy az önmagával összetapadva megállít. Hát ez most pokoli volt. Na mindegy, most már hagyom el Bécset. 249 kilométer van hátra. Azzal a benzinnel... Várjál, látszik ez? Nem, mert rám néz a kamera. Szóval azzal a benzinnel, ami ott len van, látod, a bal műszer alsó része, az a kis lobogó izé, azzal át kéne érnem a határon, ami hát olyan 60 kilométerre lehet. Ha kigyullad, akkor megállok tankolni, ha most rövidesen kigyullad, akkor megállok tankolni, mert nem akarok az autópályán megállni ítéletidőben ezzel az öreg szarral. További jelentkezések jönnek. És itt vagyunk Sveátnál. Sveátot hagyjuk el. A fantasztikus
olyan, mintha valami nagy város lenne, pedig nem az, hanem olajfinomító. És ilyenkor az ember már kicsit otthon van. Budapest 227 kilométer. A Hardi kicsit szétesve bár, de még mindig tart. Az autó tart. Most itt legalább hó nincs, csak eső. A benzin kevés, de már a kilométer sem olyan nagyon sok. 56 kilométerre van Budapest, nézzétek, írja a Waze. De jó pofa. Ezt még sose vettem észre. Na, hát akkor ez a cél egyenes. Na, ez volt a határ. Ott is láthatjátok. Átjöttünk. Magyarországon vagyunk, most már csak egy benzinkutat kéne találni. Mert már tényleg... Jó, most kezdett el villogni. Akkor minden rendben. Örömteli és fagyos pillanatok. Magyarországon vagyunk. A Hegyeshalmi kútnál. Itt az autó. Immáron a saját rendszámával. El sem hiszem ezt a dolgot. Olyan fáradt vagyok, hogy meghalok mindjárt. De jó ez így. Jó ez így. Megvagyunk, bemegyek, fizetek, baszhatom tovább. Most már csak 190 km van hátra. Ennyi volt. Meg
és a felső zsanér borzalmasan lóg. Tehát sokkal jobban lóg, mint ahogy ezt az autó egész állapota hitetni, engedni. Szerintem egyszerűen túl nyitották az ajtót, és ott eltört valami. Nem tudok másra gondolni. Mert az autó baromira egybe van. Úgy jöttem már vele hazafelé, nem mondom meg, hogy mennyivel, mert már nagyon szeretnék hazaérni. Figyelj, kurva jól megy. Persze az esőtől elkezdett kihagyni az egyik hengere, mert a gyújtáson osztóján be van hányva ide a kupak, de nincs rajta a vízálló kupak, és hát ez hőben járó bűn, mert az Alfa előhagyja a gyújtáson osztóját, és a víz, ami átmegy a hűtőn, az azonnal a gyújtáson osztóba próbál belemenni. Ez itt már Budapest közben mutatom. Itt jövünk, és az autó még nem tudja, hogy ez lesz az új otthona. Az is meghat ebben az autóban, azon kívül, hogy ilyen hősiesen végigcsinálta ezt az utat, és hogy legalább nekem nem okozott újabb fejfájást, hogy én ezzel kaptam egy darab múltat, azzal a dossziéval, ami volt hozzá. Egy olyan dologba nyertem betekintést, amit nem hittem volna, hogy én ilyen autót találok. Mert ugye volt már nagyon keveset futott autóm, nagyon megkímélt autóm, volt már nagyon megkímélt autóm, ami nem volt olyan megkímélt, és rohadtul átvert engem az eladó. Nem a teje a bajra gondolok, az nagyon korrekt vétel volt. Volt már elanyagolt autóm, volt már autóm, amiről sokat tudtam, de hát borzalmas állapotban volt. Ez itt, ez egy egész jó állapotú kocsi, egy-két jól körülhatárolható hibával, ez a remegés. Szerintem mire hazamegyek, addigra foszlányokban lesz a Hardi. De kaptam vele egy történetet. Egy ember történetét, aki halálba szerette ezt a kocsit. Lehet, hogy nem pont tökéletesen jól, mert ha jól számoltam, 8-szor újította fel a komplet fékrendszert. Azért ezeknek az autóknak nem kell ilyen gyakran felújítani a fékrendszerét. Volt már ilyen autóm, ilyen szériájú Alfa Giuliám is volt, pont mint ez, ilyen kapcsolók voltak benne. Ugyanebből a műszerfa borító műbőrből volt a teteje a műszerfalnak. Annak se kellett örökké csinálni a fékét, egyszer meg kellett csinálni, aztán utána az nagyon-nagyon sokáig jó volt. Nem, de ez egy nagyon-nagyon szeretett autója volt, egy nagyon lelkes embernek. Láthatóan nagyon értékelte, hogy ilyen kocsija van, vigyázott rá, költött rá. Hoppá, és most leesett a hó a tetőről, ahogy fékeztem egyet. És nekem vigyáznom kell erre az autóra valahogy, hogy nyilván nem tudom ilyen számlákkal ellátni, mert nem fogom Alfa Romeo szervizbe hordani, majd a frankékhoz hordom, de ők nem adnak számlákat. Mármint ilyen, tudod, ilyen részletes ezért, hogy kicsavartunk 4 csavart, becsavartunk 5-öt, stb. A frankék odabasznak hozzád egy összesítettet. Ha megkérdezed őket, akkor kidolgozzák tételesen, de maguktól nem. És hát minden magyar szerelő így csinál, mert nincs idejük. Frankék is megcsinálnák szívesen, de nincs rá kapacitás. De mindegy, az autó most hazajött, és beteszem a garázsba, és tényleg, mondom, nagyon megható az egész. Ez egy kicsit élőlény nekem most, ahogy így megvettem. Valahogy sokkal többet kaptam, mint amire számítottam, és meg fogom próbálni megbecsülni.
23:59, hazaértem. Kiállj? Ja, nem kell kiállnod. Jó, hogy itt vagy. Itt a Bálint csak menekül a képből. Hát, na, szóval itthon van a kicsi Bertone. Mármint a nagy, de akkor is nekem kicsi. És hazahozott, ami nagyon nagy szó. Egy csomó ember most azt mondaná, hogy ugyanolyan autó áll itt a garázsban, és nem lenne messze az igazságtól, de... De hát a hozzá nem értőknek a Felnikről föl lehet ismerni, látod? Meg arról, hogy ezen... Itt a Giugiaro. Hol van? Ott a Giugiaro, látod? Ja... Szóval hihetetlen, de a Stuttgartból a Czobor utcai garázsba ide be tudott állni ez az autó. Hazahozott végig. Köszönöm szépen, hogy végigszenvedtétek velem az utat. Remélem mindenkit elriaszt attól, hogy lábon akarjon autót hozni áprilisban. Eddig megtanultam, hogy február végén nem szabad Svédországból, de hogy április elején nem szabad Németországból, az azért még egy újdonság volt. De hát igazából már vittem oda, és akkor is borzalmas volt az út. Na mindegy. Köszi szépen, búcsúzom. Az, hogy ez az autó 910 kilométert hazajött, sőt, hozzáteszem a Magstatti utat, majdnem egy ezrest ment. Igazából köhintés nélkül. Igazából az a kardán vibráció végig megmaradt benne. Volt olyan pillanat, amikor a borzalmas hóesésben elment egy-két henger egy pár pillanatra, de aztán az is meggyógyult, és semmi nem volt. Ablaktörlő végig kaszabolt, fűtés végig ment, és így utólag visszatekintve, leszámítva a horrorisztikus Bécs körüli körülményeket, amit sajnálom, hogy nem vettem föl, de képtelenség lett volna. A gyerekek, lemerült a GoPro, nem volt már hozzá több akkumulátorom, a Pocket Osmo, amit már rádugtam addigra a külső tápra, azt fogni kellett volna, de hát két kézzel így keresztbe mentem fölfelé, a hegyen, meg minden volt, tehát nem voltak olyanok a körülmények, hogy forgassak. Egyszerűen nem voltak olyanok. Szerintem, hogyha ott lett volna velem egy operatőr, ő is inkább leteszi a kamerát és kapaszkodik, mert elég ijesztő volt a helyzet, de hazaértünk. És a Bálint beengedett, hiába próbáltam én olyan jól elveszteni a kulcsomat. Szóval happy end lett a vége eddig. Ami most jön, az az, hogy hát én akkor utána lepucoltam az autót másnap, mert ezt a sót nem vagyok hajlandó rajta adni egy napnál tovább, tehát ez egészből dőlt a víz. Kicsit rendbe tettem, kicsit körülnéztem, és csináltam róla egy felmérést, de erről inkább majd egy másik adásban beszélek, most elég volt ebből az Alfa Romeo-ból. Most úgyis az a feladatom, hogy eladjam a kicsikét, az 1003-ast, ami azóta kín van a havun, hogy valahogy, ugye meg kell értenetek, hogy most az történt, hogy én el akartam adni az 1003-as Bertone-t, hozzátenni egy valak pénzt, és venni egy 1750-est. Ez volt a terv. Négy ülésesbe. Működőből, működőbe, közte lesz másfél hónap kiesés. Ezzel szemben az történt, hogy elfogyott a pénzem, nem tudtam elugrani az 1750-esig, viszont vettem egy projekt állapotú 1006-ost, ami még a végén még értékesebb, mint az 1750-es, de most jelen pillanatban csak erre volt pénzem, de ezt csinálni kell. Ehhez kell pénz, hogy befejezzem, ami most egyáltalán nincs, de sem ennyi. Kell idő, hogy befejezzem, legalább egy év, és ezzel megszűnt a négyüléses veterán autó a családban. És majd elmagyarázom egyszer, hogy miért, az is egy külön adás lesz, de jelen pillanatban nincs négyüléses veterán autónk. Tehát nekem a kispirosból úgy kell pénzt csinálnom, hogy abból jusson a Scalino megcsinálására pénz. Jusson a következő könyvem kiadására pénz, amit még el se kezdtem, de most már nagyon el kéne kezdenem írni, mert már májusban és normálisan már márciusban írni szoktam a könyvet. Lehet, hogy idén nem lesz, majd meglátjuk. És jutnia kell még az egyéb projektekre, puh, NSU, stb.
befejezésére pénz, mert hiszen nálunk úgy működik a költségvetés a családban, hogy a fizetésem bemegy a közös kasszába, és amit fölötte keresek, abból tudok játszani. Hát ha nem keresek fölötte semmit, akkor abból baj lesz. Föl van adva a lecke, de úgy jó az élet. Ezek a first world problemek. Ezek nem igazi problémák, mert ha ezt leműtöd rólam, akkor ugyanúgy élek tovább. Ezért jó, hogy ez játék, mert komolyan lehet venni, és lehet miatta görcsölni, aztán, hogyha nem jön össze, akkor az ember hátradés azt mondja, hogy akkor kicsit várok. Mindenesetre alakulnak majd most még furcsán a dolgaim. Nagyon izgatottan tekintek elébe. Remélem elcseszek egy pár dolgot, és annál sokkal kevesebbet nem cseszek el, de ez a nyár is érdekes lesz, és ez az ősz is érdekes lesz. Én ezt már látom. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel a Speedzone csatornájára, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett az adás, és hát olvassátok el az olvastárat is, mert abban is megírom, bár kivételesen a videó ugyanúgy elmondja az egészet, az olvastárban szöveggel és más képekkel a speedzone.hu oldalán szintén tálalom az ügyet. Köszi szépen, találkozunk jövő héten, addig is lesznek közbülső adások, de Csíkzón minden vasárnap. Ciao!